A Váci foci, ami éppen nincs, kizárás után a jövőről és a múltról beszélgetünk az ottani angol befektetővel, Először azonban gyorsan vessünk egy pillantást a vele perre menő, kezeit mosó korábbi klubvezető Héger József nálunk tett nyilatkozatára. Már novemberben felszámolását akarta kezdeményezni a, az angol üzletember, november 6 a ügyvédi levélre a Dunakanyar Vácot. Tehát ezért is nem értem, hogy miről beszélünk, illetve mit akart ő tulajdonképpen megvalósítani én a nagy tervekkel azóta és arról hallok, arról olvasok, hogy, Duna, hogy a Vácot milyen labdarúgó csapatot szeretne szervezni, hát úgy látszik egy másik városon keresztül, az egeren keresztül fogja ezt megvalósítani vagy nem tudom. Azt mondja meg végül, hogy érez-e valamifajta felelősséget abban, hogy megszűnt a foci Vácot, megszűnő félben van? Abszolút nem érzek semmi felelősséget. Nuda, semmit. semmit? Hiszen, hiszen én azért indítottam azt a Vonalat, hogy fejezzük be a bajnokságot, hogy ezt a, ezt a fajta negatív dolgot ö, próbáljam ellensúlyozni, de hát négyen voltak, egy ellen, gyakorlatilag el lehetetlenítették ezt a Kft. t Ebből következően végig lehetett volna, tehát hogyha nem történik ez, akkor végig lehetett volna vinni. Én ezért nem érzek felelősséget a váci futball megszűnéseirán. És akkor jöjjön a másik kulcs szereplő, előbb hoppon maradt Vácot, ahol futball befektetését a trükkös céghálók és jogi kiskapuk nyelték el, majd Egerből majd meglátjuk, hogy hogyan távozik vagy marad az angol üzletember Joe Marshall, aki első osztályú gárdát álmodott az őt Evertonra emlékeztető Dunakanyari klubnál. Azóta a csapatot ugye kizárták az MB2-ből, és most itt van velünk Mr. Marshall, és itt van Orbán Levente szaktanácsadó. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És uh, hát akkor, akkor nézzük végig ezt az egész történetet. Ugye uh, John hat éve van jelen Magyarországon, és az első az, hogy megtudjuk, hogy hogyan került kapcsolatba a magyar labdarúgás. You've been uh, present in Hungary for six years. Uh, how did you get in touch with the Hungarian football? Um, well, it's almost seven years now. Uh, the original idea was to set up a uh, satellite uh, football agency um, with the UK, with some uh, connections of mine, uh, and then one thing led to another. Lassan 7 éve vagyok most már Magyarországon, és az eredeti elképzelés szerint inkább egy uh, szatellit céget szerettem volna kiépíteni, ami Magyarország és Anglia között egy uh, ügynöki kapcsolatokra épülő um, hálózat lett volna, fotballhálózat. Uh, de miért esett a választás a Vácra? Uh, how did you get the idea to choose VAT? Well, originally, uh, approximately almost two years ago, we uh, we discussed the original idea, um, and I was presented um, concept of Eger, actually, almost two years ago, uh, but at that time, uh, the circumstances were uh, not ideal for me to enter into that club, uh, and then, qu uh, quite quickly after that, I was presented VATS uh, as, a, as an opportunity. Uh, this is a city where I have some, uh, some connections, some great friends from that city, and uh, it's, uh, it was a plus point for me, and I know the city, so that's why I was uh, interested in, in, the, in, the, in the concept, because of the tradition. Uh -huh. Körülbelül kettő évvel ezelőtt találkoztam legelőször egy másik fotbal klubnak a történetével. Hát ez volt Eger, amit legelőször bemutattak, de akkor nem volt megfelelő sem az idő, sem, pedig a, a körülmény annak érdekében, hogy oda belépjek. Ezt követően nem sokkal később került szóba a váci történet. Mivel váchoz is van némi kötődésem, vannak ismerőseim, jó barátaim ott, illetve ismertem az ottani foci történetet, akkor így kerültem be, illetve így esett a választás vácra. Hát ugye azt tudjuk, hogy John egy darabig együtt dolgozott Berki Krisztiánnal, a Ferencváros volt vezérigazgatójával. Ugye az a kérdés, hogy Berki Krisztián mióta ismerte és mennyire ismerte a fociban vállalt szerepét? Uh, how long have you known Berki Krisztián and how do you know his role in Hungarian football before you met him? Yeah, I met him uh, through a mutual friend approximately two years ago again. Um, I knew he was involved in Hungarian football, um, I didn't know the full extent uh, of his uh, previous activities um, but i learned uh, in the last nine months what he was really like három uh -huh. éve egy közös ismerős közös barát kapcsán kerültem kapcsolatba a berki kristiánnal tudtam arról hogy neki volt szerepe a magyar foci történetében de azért pontos méreteiben nem ismertem, de így most már utólag visszatekintve az időben egyre jobban kijelenthetem, hogy elég sokat tanultam ebből a hibából. Na de igen, ez a kérdés, hogy miért küldte el? Why did you say goodbye to him? Um, ah, for many reasons. Uh, we could have a, 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 separate show for, for those reasons. Um, I should be kind to that individual on this occasion and sum it up in two words, uh, incompetency and uh, dishonesty. Igen, tehát hogy megérni akár egy másik műsort is tartani arról az időszakról, hogy mikkel találkoztam a Berti Krisztián kapcsán. Igen, de ez most nem éppen az az idő. De igazából, hogyha kedves szeretnék lenni és röviden megfogalmazni tömören, akkor talán két szóval tudnám jellemezni. Az egyik az inkompetencia, a másik pedig a nem becsületesség. Aha. tavaly, amikor azt hitt, hogy a Vász többségi tulajdonos, akkor ugye azt a célt tűztek, hogy a csapat jusson be az egycsoportos mb mm. 2 hogy négy-öt éven belül az mb 1 be És ugye az a kérdés, hogy így utólag ez mennyire volt reális célkitűzés. Last year when you thought you were the majority owner of Vász, you wanted to team to qualify for the second division and four to five years later to the first one. How do you feel about it now? Do you still think it was a realistic expectation? Um I think at the time it was totally realistic within six months of of doing the football we were fifth in the MB Kata we were in the quarterfinals of the Magyar Cup we had three players in the under 21 international side so uh, I think if anything we were probably exceeding expectations um I think my um goals then and 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 goals now are still exactly the same uh, you know it's long term uh, even if we uh, bring back the football in in, in the lowest division uh, on a five-year plan, the, the plan is still to go up division by division by division. So the goal is exactly the same. Kindulva abból, hogy hat hónap foci történettel vácott, egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy az első ötben benne volt a, a csapat, ugyanakkor 3 darabú 21es válogatottja volt, három darab NB2-es válogatottja a csapatnak, meg benne volt a, a magyar kupa elődöntőjében is. Nem, nem tartom irreálisnak azt az elképzelést, amit mondtam. Most így viszont teljesen más a felállás, de ettől függetlenül is az építkezéssel nekem az a szándékom, hogy lépésről lépésre bajnokságból bajnokságba belépve feljebb jussunk a mezőnyben. Itt még ahogy láttuk az előbb az előző vezető, szóval az a kérdés, hogy, hogy, hogy mi történt Vácot, tehát hogy átverték -e Joe marshall Vácot, és hogyha igen, akkor ki Netán Héger József? Do you think you were cheating in Vács, who by? Héger József? Um, I think it's quite obvious that uh, some not very nice things happened in Vács. Um, I think Uh, everybody who's been following the story knows that I was cheated in VATs. Uh, not only <laughs> I was cheated, the the city was cheated, uh, the people were cheated, uh, the team was cheated. Um you know those the people responsible. Uh, I think you can draw your own conclusions. Um Elég nyilvánvaló az, hogy itt egy átverés volt, de nem csak az én irányomban, hanem ugyanakkor a, a Vácváros önkormányzata, a Vácváros labdarúgó sportegyesülete irányába, nem beszélve a felnőtt labdarúgókról, és önmagában a város irányába is volt egy, egy csalás, egy átverés. Az, hogy most ki pontosan a felelős ezért, mindenki, aki követte az eseményeket, szerintünk el teljesen egyértelmű. És hogyha a szóba került az önkormányzat, akkor hogyan érték az önkormányzat szerepét a történetben? How, uh, how do you feel about the role of self-government in what happened? Uh, very good. Um, you know, uh, throughout the whole process, uh, the, the, local municipality had been stood uh, behind us, side by side. Uh, in particular, uh, the, the Polgar Mr. Uh, Petter Tibor, Uh, he's worked tirelessly with uh, myself to uh, to fight the uh, Rosember in, in VATs and uh, I can safely say that together we won the war in VATs and uh, I look forward to working with the municipality in the future in 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 the short term and and the long term Uh, Igen, különösképpen, különösképpen, kiemelhetném azt, hogy, hogy az önkormányzatnak tényleg óriási háttérszerepe volt ebben a történetben, ugyanis ők mellettünk álltak végig, ugyanakkor pedig az alpolgármesternek, külön Pető Tibor úrnak szeretném megköszönni azt a, azt a fáradhatatlanságot, nem, nem néző uh, munkáját, mert hogy ebben az egész történetben együtt kerültünk be, együtt uh, harcoltunk, és uh, szerencsésen uh, kimondhatjuk azt, hogy együttesen győztünk. Uh, az az a kérdés, hogy még mindig uh, ezek a történtek ellenére, vagy azért, hogy még mindig az Evertonhoz hasonlóan érzi a, a váci uh, milliót. Uh, do you still think the atmosphere surrounding the football club in Váci is similar to one surrounding Everton? um I do uh I mean some of the recent activity that we've experienced in bats is uh, uh not what we've normally experienced at Everton but uh you know on the whole uh in Liverpool uh, the people of the city the people on the street they support Everton uh, so it's the people's club of of the city uh it's the same in bats you know that this is um the club of the city of the people so I think the ambience is is very similar to to that of Everton um, it's, it's a family club, it's a local club and, uh, and this is why we're fighting to bring back the football in Bats. <clears throat> a millió a környezet az nagyjából hasonló. Ugyanis ha abból indulok ki, hogy Liverpoolban az Everton csapatát azt igazából a, a, az emberek klubjának tekintik, és az utcán élő, az utcán lévő emberek támogatják folyamatosan a foci klubot, akkor hasonlóképpen gondolkodhatom a Váci esetben is, ugyanis a, a városi polgárok azok, akik támogatják, akik fenntartják, akik szeretik ezt a focit, illetve a város csapatát, és természetesen ugyanúgy fel lehet építeni erre a re egy ilyen emberek klubja nevezetű válci történetet is. Hát akkor ezek szerint uh, a válci kaland egyáltalán nem vette a kedvét a, a magyar futballtól. Hasn't the adventure in discourage discouraged you from sponsoring uh, Hungarian football? Um, I would say no. Um, my faith has been lost in a quite a few people. I've met some not very nice people. Um, the process uh, over the last nine months has been Um, a little bit disconcerting, but uh, I met more good people than bad people. I can't say that I lost faith in Hungarian football because that I would be generalizing about a lot of people. On the whole, I had uh, a good experience in, 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 in the education process of, of the exercise. Um, so uh, I'm, I'm just happy that I've, I've moved on and, uh, and we can look forward to the future in, in a more positive light. tény, hogy a hitem egy picit megingott, vagy a bizalmamat egy picit elveszítettem ilyen szinten a magyar fotball történetében, ugyanis elég sok rossz emberrel, vagy rossz találkoztam, de ennek ellenére nagyon sok jó emberrel is, akikben továbbra is bizakodni tudok, illetve szeretném tovább csinálni. Persze felfogom ezt úgy is, mint egy tanulási történetet, de ettől eltérően továbbra is bizakodom abban, hogy egy pozitív dolgot ki lehet hozni belőle. Hát köszönöm Levent a segítségedet, köszönöm John, hogy itt volt nekünk, Barimás John, más és köszönöm. akkor hát jó munkát. Köszönöm szépen. Köszönöm.